reggeli füstjelek. Szép reggelt kívánok mindenkinek, minden kedves hallgatónak. A mai reggelen Pál apostolnak az igéivel fogunk foglalkozni, amit a korintusbeli gyülekezetnek bemondott. A 9. fejezet 24 és 25. versét szeretném veletek is megosztani. Te azt írja. Nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, mindjárt futnak ugyan, de egy beszél a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlan. Nagyon, nagyon különleges a Pál apostolnak a kifejezésmódja, úgy azt mondja, hogy úgy fussatok, hogy elvegyétek. Azt mondta az akkori gyülekezetnek, és most a Biblia lapjain keresztül azt olvashatjuk, hogy ezt nekünk is mondja. Nagyon érdekes, itt Pál apostol azért ezt a versenyfutásnak a kifejezését használja, mert Korintusban, akiknek írta a levelet, a Korintus városa mellett elhelyezkedett egy nagy futópálya. És tudjuk, hogy a görögöknek és a rómaiaknak egy közkedvelt sportrendezményünk volt a futóverseny. Ez volt az egyik legrégibb sportjáték és a legtekintélyesebb sportesemény. Itt a sportolók, a futóversenyzők nagyon készültek több hónapot, akár egy éven keresztül is készültek erre a futóversenyre. Minden erejüket megfeszítve, mind elméjüket, mind testüket edzették, fejlesztették. Mert ennek a futóversenynek egy olyan jelentősége is volt, hogy nagy tekintélyű nemesek, arisztokraták, uralkodók, vezetők, és tényleg az egész nép figyelemmel kísérte, amikor egy ilyen sportrendezvény meg volt rendezve. Talán érthetjük ezt a hasonlatot, mert hogyha megnézzük, a mi életünk is egy futás, egy rohanás, egy versenyfutás az életnek a pályáján, és minket is szemtanúk kísérnek, tehát mind emberek vesznek körbe, mind mennyei lények figyelik a mi életünket, a mi futásunkat. És Pál apostol azt mondja, hogy úgy fussatok, hogy elvegyétek. De mit is vegyünk el, vagy mire irányul ez az ige? Itt azt írja a 25. versben, hogy akik futottak a versenypályán, ott olyan koszorúit futottak, ami egy romlandó koszorú. Itt Pál apostol nekünk azt mondja, hogy mi pedig úgy fussunk, hogy ezt a romolhatatlant elvegyük, és ez a romolhatatlan, ez az örök élet. Tehát úgy kell élnünk az életünk során, hogy alkalmasak legyünk az örök életre, hogy elnyerjük ezt a dicsőséges romolhatatlanságot. És meg az is nagyon különleges gondolat a 25. versben, hogy akik a versenypályán futnak, azt írja Pál apostol, hogy mindenben maga tűrtető. Tehát mind megzabolázza a testét, mind a szellemi dolgokra figyel, hogy milyen táplálékot visz be, mind testi, mind lelki értelemben. Tehát, hogy ez a mértékletesség mind a szellemi tevékenységünk során is. Illetve, hogy mit eszünk, mit iszunk, mit fogyasztunk a gyakorlatban. Tehát ez is nagyon fontos, mert ezek azok a lépések, amik elősegíthetnek minket abban, hogy a jellemünk még jobban csiszolódjunk, mert tudhatjuk, hogy egy valamit vihetünk magunkkal ebbe az örök életbe, hogy elnyerjük ezt a romolhatatlan jutalmat. Ez a jellemünk, és erre kell törekednünk az életünk során, hogy ezt minél jobban ki tudjuk csiszolni. És tényleg kívánom azt, hogy ez a két ige nagyon bátorító legyen számotokra is, mint ahogy számomra is az volt, amikor megértettem, és kívánom azt, hogy ezeken tudjunk gondolkodni, hogy mi úgy fussunk, hogy elvehessük ezt a romolhatatlan koszorút. Ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek szép napot. Sziasztok!